fontos turisztikai övezete a harangodi tározó és környezete nagykálónak. Az erdős és ligetes területet folyamatosan gondozza az önkormányzat, az utóbbi hónapokban pedig az épületek felújítását is elvégezték az ott dolgozók mondta el 35 perc című műsorunkban Horváth Tibor nagykáló polgármestere. Tavaly indult el a közfoglalkoztatási program keretében, hogy nyújt lehetőséget arra, hogy önkormányzati épületeknek a felújításával is foglalkozzunk, és igazából ez a helyi sajátosság programjába beleillik, ugye a fa épületeket, ez az Ekler által tervezett építményeknek a külső héjazatát tudjuk cserélni, ami, ami ugye energia és költségigényes, úgyhogy ez egy óriási segítség a kormány részéről, hogy ezt a be beletehetjük a programunkba. Tavaly átfedésre került már az információs épület, idén pedig a szövőház, illetve a kültéri mosogatóknak a burkolás, és ezt szeretnénk tovább vinni. Reméljük, hogy a program marad és jövőre is tudunk ebben tovább lépkedni, így így nem igényel külön forrás, nem igényel pályázatot. Tavaly novemberben még így állt a nagykálói bölcsőde építése. A három csoportszobás intézmény azóta már elkészült, akár 36 gyermeket is tudnak benne fogadni. Jelenleg az épület engedélyeztetése van folyamatban, de már lehet jelentkezni a helyekre. Érdekes, hogy mennyire változik a világ, amikor ez a bölcsödei pályázat benyújtásra került, ugye az még az előző ciklusban, az előző polgármesterrel, mégis ők, ők nyújtották ezt be, a döntés már ebben a ciklusban született meg, akkor még térségi bölcsödeként került benyújtásra, ugye a fejlődés átka, hogy ugye a térségben már nem nagyon van rá szükség. Ugye megvalósult már Kálóseményben, megvalósult Biriben, úgyhogy ezt a térségi szerepét ilyen szinten elvesztette, de a másik oldalról viszont nagyon jó szívvel gondol rá az ember, hogy nagy Kálóban is meg fogjuk tudni valószínűleg tölteni. Lényegében az épület már elkészült a nyár elején, ugye folyamatban vannak a papír dolgai, engedélyezések, azt gondolom, hogy aki hatóság eddigként volt mindenki pozitívan értékelt, egyébként egy nagyon magas műszaki tartalommal megvalósult bölcsödéről beszélünk. Horváth Tibor hozzátette, Nagykáló központjában több elterületi út meg megújult idén, a város pedig szeretne más szakaszok újra aszfaltozására is pályázni a jövőben.